Nos, srácok, itt hagytuk abba tegnap a történetet. Most mielőtt még folytatnám, egy kis technikai közbeiktatás, mert hogy picit panaszkodtam ugye a Mirilisre, hogy egy picit belaggol. Most direkt ide kitettem overlaybe, ez a GeForce Experience-nek az overlay panelja. Van egy csomó ilyen lehetőségünk, ugye a legnépszerűbb az az MSI Afterburner, ami azért szintén egy kis erőforrást elvisz a géptől, ezért voltam úgy valahogy, nem azt rakom föl. A GeForce Game Ready Driver úgyis fut, és elvileg a GeForce Experience-nek egy beépített feature-e, ez nyilván már mint service fut a háttérben, akkor kirakom overlay-re, talán ez fogyaszt a legkevesebbet. Felvétel nélkül, most direkt az OBS-t indítottam el, Mirilisnél az volt a helyzet, mind a kettőt vásárolt, illetve az OBS nem, mert ez free. A Mirilis is teljesen valid, legális program, még valamikor giga akcióban megvettem, volt vagy $10, és 75 FPS-sel ment úgy átlagosan kb. Amikor nem rögzítettem, és amikor elkezdek rögzíteni, akkor pedig kőkeményen 50 körülre bezuhant, ami azért érződött, tehát bebelaggolt néha, egy kicsit zavaróan, szerintem talán a felvételen is látszik majd. Most az OBS-t indítottam el, itt lényegesen kisebb dropnak tűnik, mert olyan 74 és 77 között ugrált, amikor nem vettem föl, és most felvétel mellett is 70-71. Oké, most itt sok mindent nem csináltam, azért lehet, hogyha megjelennek sokan a képernyőn, de direkt mászkálok egy kicsit, meg forgatom a kamerát, meg minden francot csinálok, és azért 66 alá nem sikerül bedobni. Jó, nekem nincs egy csoda 40-80-asom, meg 40-90-esem, csak egy ilyen ratyerák mezei 30-80-assal kell beérni, de ez szimpatikusabb, úgyhogy szerintem az lesz, hogy egy kicsit csúcsra járatom az OBS-nek a beállításait, és hát valószínűleg ezt OBS-sel kell majd rögzítenem, egyébként talán nem lesz olyan szörnyű, mert ez marha jó program, tehát nem akarom szidni, inkább én vagyok benne béna, még az is lehet, hogy több lehetősége van, mint a Mirilisnek, illetve ugye a Zeldás videókat is OBS-sel rögzítettem, mert kifejezetten az a kis külső hardveres kütyű azt támogatja. Hát függetlenül attól, hogy ott az elején az első néhány 4-5-6-7 résznek a beállítását jól elszúrtam, és elég szarkép meg hangminőség volt tapasztalható. Na ezért szeretném, hogy most ez ne legyen, úgyhogy valószínűleg innentől kezdve OBS-sel haladunk, mert a Mirilis sajnos láthatóan kicsit nagyobb az erőforrás igénye. Jó rég volt már olyan high-end játék, amit Mirilis-szel rögzítettem, nem volt eddig probléma, azt hiszem legutóbb a Far Cry 6, semmi problémám nem volt vele. Itt azért már érződik, hogy picit bereccsen alatta a vas. Jó, azt hiszem ultrán van minden. Úgy emlékszem. Az is lehet, hogy fúr nem rögzítek most közben. Tehetségesen beállítottam, és pofázok, és mindent csinálok, és ezek a legmagasabbak a high? Igen, jó. Hát jó, szóval elég csutka grafikai beállítások mellett, egy 3080-assal azért még OBS rögzítés mellett is 66 FPS fölött tud maradni a történet. Hát ez Mirilisnél 50, és pont az a 16 FPS. Nem azt mondom, hogy én FPS Hunter vagyok, és belehalok, ha 50 FPS-sel kell, de hát laggolt egy kicsit, és egyértelműen a rögzítő program miatt. Na jó, hát akkor mindjárt folytatjuk, csak kicsit beállítgatok. Na, hát az előbb sikerült tesztelnem egy rögzítést a OBS-sel. A beállítások jók voltak, tehát a játék az 4K-ba ment 60 FPS, illetve 70-67 ilyesmi. Viszont az output az szarul volt beállítva, tehát ügyesen benyomott nekem file méretre egy Full HD file méretet. Itt most az overlay egy kicsit megmakkant, az a baj, hogy ezt nem rögzíti bele az Nvidia. Most az Nvidia-nak ezzel a beépített rögzítőjével próbálom ezt csinálni. Nekem szemre nem laggol, egy fél pillanat szerintem újra kell indítanom, mert nem mutatja az FPS-t. Na hát szóval, ez az overlay, ez valamiért egy kicsit megmakkan, nem igazán mutatja rendesen, de elindítja a felvételt, és nekem ez az, ami a legkevésbé laggol. Tehát file méretben az OBS egy picit elborult, hogyha azt állítottam, hogy tömörítésmentes, nagyon jó minőség, stb. Majd ezen mindjárt kiderül, hogy ez mit fog mondani. Nagyon fluid, nagyon jól pörög, tehát semmiféle laggolás nem tapasztalok, szerintem ez simán megvan 70 FPS fölött. Ez az Nvidia-nak a saját rögzítője, ami a GeForce Experience-ben van, megmondom őszintén, ezt még nem nagyon használtam, tehát nincs igazán ezzel kapcsolatosan tapasztalatom. Lehet, hogy végül ez lesz a befutó. Majd most tesztelgetem, jó? Tehát azért bízom benne, hogy a következő egy-két videóm nem lesz nagyon gigaszar minőségű, de szerintem most lehet, hogy akkor önálló maradunk. Mondom, a Mirilis laggolt, az OBS-nek elég nagy file mérete volt, és még ott sem voltam 1000%-ig elégedett a minőséggel,
ez pedig egyre jónak tűnik, ez az Nvidia, azt hiszem Shield, vagy nem is tudom mi ennek a neve, úgyhogy valószínűleg ezzel fogjuk folytatni. Na jó, befejeztem ezt a technikai őrületet, folytatjuk a játékot. Na még egy gyors tesztet azért csinálok a Mirilisszel is. Marha régi verzió volt fönt a gépemen, most jutott eszembe. Folyamatosan zaklat engem, hogy upgrade-eljek, de ezt nem csináltam meg. Olvastam most egy pár fórum bejegyzést, hogy sok változás volt benne, teljesen más a user interface, meg az ikonok, meg minden, és hát elég sokat javult. Szóval, hogy itt ez nekem már belaggolt a korábbi verzióval. Itt nem tudom, mennyire fog látszódni a felvételen. Elvileg ez a zöld szám itt a sarokba, tök szar helyre tettem. Ó, itt nyújtózik a karakter. De az elvileg az Nvidia-nak overlay-ben a FPS értéke, hát ez most 70 alá még nem ment. És egyébként alul középen mutatja nekem a Mirilisznek az overlay-je is, csak azt nem rögzíti bele a videóba. Ezek nagyjából megegyeznek, tehát 77-78-at mutat mind a kettő. Úgyhogy hát sorry, teszél egy kis technikai intermezzoért, de lényeg az, hogy futottunk egy nagy kört, hogy OBS Mirilis vagy Nvidia Shield, aztán végül lehet, hogy visszatérek most így a Mirilisre. Én ezt rohadtul megszoktam, egyébként marha jó program, szóval én merem javasolni, amúgy rohadt drága, azt hiszem volt, vagy 30 euró a teli ára, de volt valamikor giga akcióban 10 vagy valami ilyesmi. Jó, szóval na játszunk tovább, és akkor most úgy nézem, hogy mégis a Mirilist szeretni fogom. Na jó, tehát itt hagytuk abba a játékot a legutolsó epizódnál, hogy megszabadultunk ebből a szörnyűséges űrlény űrhajóból, és akkor ide becsapódtunk a tengerpartra. Zuhanásunk közben itt a környező településeken az érzékeltek minket, hogy itt érkezünk, és nagy eséllyel hamarosan találkozni fogunk mindenféle barátságos és kevésbé barátságos lényel, viszont közben itt össze-vissza nyomogattam mindent és teszteltem a különböző rögzítő szoftvereket. Annyi előnye volt a dolognak, hogy az Alt nyomogatásával rájöttem, hogy hát hogy is hívják ezt, bejelöli nekem a környezeti ikonokat, vagy a tárgyakat, úgyhogy egy fokkal könnyebben fogok tudni menni. Na most annyi a probléma, hogy volt már nekem két társam, és ezek úgy néz ki, hogy erősen elpusztultak. Hát ez volt az egyik szegény. Ja, közben annyi még, hogy akkor ez most Mirilis, és az előző néhány kép sor az egy átlagos, normál fáj minőségre volt állítva, vagy erősebb tömörítés. Most ezt felraktam ultrára. Hát lehet, hogy nagyobbak lesznek a fájlok, de ez az én problémám. Remélem, jobb lesz a minősége. Na, ébresztő! És fölébred, figyeld! Hát, én élek, az egy dolog, hogy te is érsz. Jó kérdés. Megfogott minket valami varázskéz, és nem fejeltük le a betont. De ez nagyon gusztus, ez az a csáp ott a fejem fölött. Arra én is emlékszem. Ja, meg még azt mondtam, hogy majd a magyar feliratot megpróbáljuk majd valamelyik epizódba. Hát ez most még nem most lesz, most örülök, hogy egyáltalán normálisan tudok rögzíteni. I don't recognize this place. Hát én sem. Anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. Hogyne shelterre kezdjük. Építsünk házat, nem? Have these little monsters in our heads. Together. Hát hogyne. Ez mondjuk elég jókat sebzett. Hát mondjuk az orklány az úgyis az idegeimre ment, úgyhogy... You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. We need each other. And we both know what's hát at stake. Hát ja, mondjuk jókat sebzel, úgyhogy ez nem hátrány. Oké, rendben. Legyünk csapat. Just before we go. I wanted to thank you again. Hát nem volt egyszerű kiszedni téged abból a kuktából. Hát emlékezzél is rá, amikor majd osztjuk szét a lootokat, hogy te nem lennél itt, ha nem mentem meg az írhádat. Na, gyűjtögessünk kagylókat. Az a baj, hogy ez a játék, ha hivatalosan mondjuk, nem tudom, 80, 100, 120, 150 óra, akkor nekem ez 300, mert minden fűcsomó alá be fogok nézni. Ez tipik ilyen játék. Táska.
Valahol. Nem haladok túl gyorsan, de tényleg minden köpésnél megállok. Highlight items. Igen, erre pont rájöttem, köszi. Most értünk el a oktató módban eddig a szintig. Healing potion, azokat szeretjük. És itt mi volt? Itt is van valami. Hátizsák. És a hátizsákon belül egy hátizsák? Nem, egy kalós sisak. És ezeket nem tudom... De ezeket el tudom rakni. Ezt be a játékban be minden fölvehető. És mit tudok ezekkel? El fogom tudni adni? Föl tudom venni a hátizsákot. Ó, de királyság. És akkor most ezt kirakhatom az inventorimba? Jaj, de cuki, itt egy kis erszényke. Hova tudom kirakni? Ablakba? De ez így, mintha bővítene. Mi van? Hát akkor ezzel most itt nem érek semmi. Open. Néma. Slot a slotba. Mi a szar ez? Hát de ezt ott már kinyitottuk, és volt benne cucc. Ezt nagyon nem értem. Ja, de várj, ez nem is az. Ez nem is az. Ezeket vettem föl most. Ez valami korábbi. Ezek üresek lesznek. Meg ez is. És ezt nem tudom valahogy... Sentu. De jó, így könnyebben át tudom küldeni. Jó, hát úgy néz ki, hogy ezt nem tudom. De ebbe van item, ez itt jelzi. Ez egy kulcscsomó. Eltűnt már ugye sajnos. Ez már ebbe is van valami. Open. Nem, nincs benne semmi. Ez tök jó, tele vagyok ilyen ládákkal, tessék, cipelte. Ami nehéz, és nincs benne semmi, ez cipelte. Oké, nem tudom, miért nem veszed a kezedbe a távolsági fegyveredet. Hát figyelj, mindegy, ezt kinyitjuk, kivesszük belőle. De egyébként szerintem így ilyen... Na, drink you need to restore your health. Oké, majd megcsináljuk. Szóval, hogy nem tudom, hogy kockában van-e limitje az inventorinak, vagy csak súlyban, mert itt látszik, hogy súlyban van, de ennek csak akkor lenne értelme, ennek a plusz pár slotnak, hogyha ilyen kis kockában is lenne limit. Na jó, gyorsan nézzük át a cuccokat, hogy tudok-e bármit fejleszteni. Nagyon jó, hogy mindenféle gomblenyomás nélkül mutatja az összehasonlítást, tehát nem kell nekünk ezt nyomogatnunk. 4-11 van felszerelésbe. Teljesen jó. Neki is ilyet adtunk? Nem, ez egyébként szerintem ugyanilyen, csak erre én kapok bónuszt. Azt hiszem. Light crossbow, igen, ugyanez. 2-9, csak az nálam többet sebez, mert én tápálat vagyok. Tör, 4-7. Jó, na menjünk, ne szarozzunk. Ezek a nyakláncok érnek bármit. Ez a sisak, elég hülyén néznék ki benne. Kalózsek. Jó, köszönöm szépen, nem akarok magamból bohócot csinálni. Drága könyv, nyaklánc, van itt minden. 47 arany. Tök jó. Na, hát haladjunk a következő lootig. És most örülök, mert tényleg a Mirrorist az így gatyába rázta magát ezzel az új verzióval. Meg egyébként ugye át volt nekem állítva, az is még egy hasznos dolog, hogy ilyen desktop view állapotba, ami ugye így az overlay-eket is rögzítette meg ilyesmi. Most áttettem ilyen DirectX állapotba, hogy csak a játékablakot rögzíti, szerintem ez egy kicsit azért optimálisabb. Figyelj, itt annyi arany van, mint a rohadás. Nekem volt valami szerencse szorzom. Még semmi. Bocs. Még semmi nem történt, de már 100 aranyom van. Ez itt egy elég csúnya barlangnak tűnik. Akarok én arra menni? Nézzünk körbe össze a parton. De egyébként mi van a izével? Tényleg meghalt ez az ork? Nem, mint olyan nagyon hiányozna. Nem lehet, hogy ez is itt fekszik valahol? Camera distance, nem mehetek ilyen messze? Hát jó, akkor nem megyek ilyen messze. Itt még vannak lootok. Itt egy agy, de cukor. Na, hello. Még egy hátizsák. Ja, hogyha itt van friss víz, akkor biztos, hogy kell, hogy erre legyen település. Hát ez jó, mert friss víz az csak településnél van, ugye az erdőben nem tud folyni friss víz. Ó, egy kis regény. Mindent fölveszünk. Ez rohadt jó, hogy mindent föl lehet venni ebbe a játékba, komolyan.
Szerintem ezeket feltételezem, mindet azért el tudjuk majd adni, ha egy vödör hal. És a vödröt is felvehetem? Ha, de felám! Hát ez komoly. Ez rohadtul tetszik. Mennyit fog érni egy ilyen vödör? Tartok tőle, hogy ilyen sok-sok ezer aranyért lehet majd. És mi ez a plusz jár rajta? Hogy ez további tárhely, vagy? Hát figyelj, ez Isten király. És egész sok a teherbírásom is. Hát már nálam van egy csomó vödör, meg hátizsák, és még mindig bírom. Lehet itt szükség lesz ezekre a plusz slotokra. Na, egy levél. Közben egyébként korábban is előfordult már, azt hiszem, csak nem mondtam, hogy itt fölvettem virágot, vagy valami növényt, és akkor egyből oldja fel a recepteket. Ezt nem tudom, most itt találok a mezőn egy növényt, és akkor hirtelen egyből eszembe jut, hogy jó, ebből tudnék csinálni valami gumibogyos szörpöt. Na ez tolvajcucc volt, ugye ez az, ú, de jó. Na olyat majd kell szereznem sokat. Ott is egy növény. Bármikor felszedek növényt, akkor abból egyből waypoint. Hol van? Közben megint eszembe jutott egy varázsszörp. Waypoints. Az jó. Ez itt. De hol van? Ez. Hát majd kiderül. Na hát elvileg már egy gyors utazáspontot felfedeztünk. Hú, giga unalmas leszek. Amúgy is minden játékkal unalmas vagyok, tudom, de itt aztán giga unalmas leszek. Tehát én minden szaros fűcsomót fel fogok emelni. Úgyhogy nem lesz egy gyors játékmenet. Biztos vagyok benne, hogy nem fogok mindent rögzíteni, mert idegbajt kapna tőlem mindenki, de most még itt az elején egy kicsit rögzítgetek. És akkor ez lesz a gyors utazáspont, gondolom. Ide, kop-kop. Na jó, még előtte nézzük meg ezt a barlangot, mert nem szeretnék kihagyni semmit. Hát igen, ezt az orkline-t skippeltük. Ó, itt van egy pár agy. Szegény, ez is szebb napokat is megélt. Itt is van valaki. 30 arany, azt a rohadt életbe. Azért jó néha nyomogatni ezt az altot, mert lehet, hogy nem vennék észre valamit. Na, elmenekültek az agyak, megláttak és elszaladtak. Jújújúj, nem szaladtak el. Csak becsaltak a barlangba. Ne fuss már ennyit, ne harap meg! Nénikéd. Na, mennyit fogok tudni sebezni? Hát, ez nem volt túl sok a francba. Akkor kicsit meneküljünk kijebb. Ó, nénikéd hátba támadott! Ja, mert hogy hátat fordítottam és akkor... lehetősége nyílt. Hát ne támadj meg, gyökér. Ja, és most nem mi jövünk a sorrendbe, hanem ők. Bakker. Hát akkor ez féli, hogy be fog sebezni. Beturbózott a kis gyökér. De ez végtelen mennyiség... Jézus, ilyen sokan vannak. Végtelen mennyiséget tud gyalogolni, mert nekem korlátozott mennyiséget lehet. Na, melyik volt az a gyökentyű? Ez már be van sebezve. Jó, akkor... egyen meg az uzádat. Menj már a francba, hogy még mindig egy HP-ja maradt, ha rohadjál szét. Fú, na, amekkora szerencsém volt az elején, most annyira szívok. És ezek lehet, hogy nem mernek kijönni a napra? Azt szeretném. Remélem elolvadsz a napon, pislike. A jó anyádat sebzel ötöt. Hát ezt most miért csinálta ez a csúnya gonosz görény? Healing potion. Hát kénytelen leszek, nem szeretnék megpusztulni már itt. És akkor ezért, mert egy rohadt HP-ja maradt. Most az lett volna a legjobb, hogyha misszalom. Pusztuljatok el. És akkor most ezért besebződtem ennyit, és elbuktam egy healing potion. Jó van, mindegy. Na gyere idáig a napocskára, hát ha elolvadsz. Kis agyacska. Ne tudjatok már, komolyan mondom, lefutni egy maratont egy körben. Téged is egyelek meg. Jó, akkor most pofán váglak ilyen távolságból. Minek van ez egy lapát? Hú, tényleg meg se néztem, hogy ennek nem tudtam volna jobb fegyvert adni, mert ez egy kicsit vicc. 2-7. Hát, franc se tudja.
És hogyha ilyen távolságról beléd lövök, az nem túl esélyes. És hogyha pofán lőlek egy tűzlabdával, ezt tudod varázsolni, nem? 1-8... Mi ez? Hát figyelj! Ezt lehet, hogy kár volt itt elkasztolni. Ezt lehet, hogy a Diablo 4-re kellett volna tartogatni. De most már mindegy. És itt túltoltuk a dolgot. De legalább leteszteljük a feature-öket. Aha, és itt egy domb mögé nem fogok tudni belőni, gondolom, ugye? 95%. Persze, maradjon egy HP-d mindig azért még, hogy ide tudjál jönni beleharapni az arcomba. Pont szerettelek volna megkérni rá. Istenem, tudom, 8-at sebzel, ugye? Nem, ez buktat, kis gyökérláda. És most hátba lövöm a saját karakterem. Azt a bűnös szintet léptünk, csekkolod? Gyors loot. Tudom, hogy baromság, hogy az üresre rányomom azt, hogy take-all, de ez gyorsabb nekem, mint megkeresni az X-et, de mondjuk jogos, hogy eszkép billentyű is van a világon. Nem, semmi használható sehol. Tök üres minden. Igen, és itt föl tudok menni? Nem, itt már csak csöpög mindenhol a dzsuva. Ott van egy jó ember, és van is nála inventory. Ebbe belelövök, akkor kijön belőle a méreg. Ott egy láda. Hopi, hopi. Itt is egy. Arra lennék kíváncsi, hogy ez mi a jó franc, de mindegy. És ezt mondjuk el tudom tenni? Na jó, ezt már nem fogom fölvenni. Ez gondolom izé 40 kiló. De figyelj, amíg mindegy, amíg nem vagyunk túlterhelve, addig vegyük föl. Hát, ha viszonylag hamar találkozunk egy kereskedővel. Ez egy kicsit olyan, mint a Simon the Sorcerer volt régen egy valami nagyon ezer éves kalandjáték, és abban volt egy ilyen táskája, azt hiszem a bottomless bag, és így fogta, ja nem, a sapkája volt, ez levette a sapkáját, és így belecsúsztatott egy létrát, meg ilyenek. Úgyhogy ez most már egy kicsit ilyen feeling kezd lenni, hogy így egy ilyen, mint a testem háromnegyed része, egy akkora ládát így becsúsztatok a far zsebembe. Van itt minden tüdő. Jó, hát ezeket majd később átböngészünk, csak kerüljünk ki ebből a takonytengerből. És nézzünk egy level up-ot. Level up. Tadam! Na, miket csinálhatok? Komoly második szintű lettem. Accept? Ennyi opcióm van? Jó, hát figyelj. Elfogadom. Legyen úgy. Kis Jányka, ő is. Azt is elfogadom. Ez nem volt túl bonyolult. Oké, zsoké. Nyomuljunk tovább. Ah, Istenem. Túl sok itt az inventory láda. Tolvaj cucc, éljen! Merre menjünk? Most megint jó lenne, stream lenne, és akkor meg tudnám mondani bárki, aki néz, hogy merre menjünk. De most így nekem kell dönteni. Ez micsoda? Jó növény. Alchemy. Tök jó. Na, itt lesz valami település, vagy bármi. Ó, ez zárva van. Na, de várjál, és én akarom kinyitni. Akkor mondjuk kezdünk egy mentéssel, hogy ne legyek loser. Lockpick. Ötös.
és csak ennyi boostom van. Ezt nem lehetne azt, hogy mondjuk ilyen tolvaj cucc nélkül kinyissam? Mert kb. Az alsó képességeim több, mint ez az ötös. Ezt nehéz lett volna elcseszni. Van egy hetes bónuszom. Na. Hát igen, ennek nem örülök, hogy ezt elhasználtuk. Light armor, és akkor ezt vegyem föl, de olyan szép a fejem. Ezzel a jó rőzsével. Olyat nem tudok csinálni, hogy fölveszek, korábban voltak, hogy fölveszek egy sisakot. De az ne látszódjon a karakteremen, ne nézzek ki így, mint egy idióta. Majd megkeresem a beállítását. Most egyelőre úgy fogok kinézni, mint egy idióta. Na, de hát összességében ez egy szép a cucc, tehát biztos, hogy egy picit butítottabban fog kinézni felvételen, meg aztán még megvágom, meg lerenderelem, meg mindent, tehát folyamatosan azért kicsit romlik a minőség, de nagyon-nagyon szép ez a játék. És így, hogy normálisan beállítottam a rögzítő programot, így mondjuk bele se pusztul. És hát néha ilyen 65-64-ig lemegy, de azért alapvetően... Hú, ki vagy te? Ki a franc ez? Hú, hát ez ott volt a választható karakter az elején. Biztos jó felé jövök, nem biztos. Na mindegy. What's up for discussion? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Unyádat. Hülye vagy? Ó, most ez ellen is dobjak? Mi ki akar nyírni ez a kis köcsög? És most, hogyha ezt elcseszem, akkor elvágja a torkomat, vagy mi? Hát, nem csesztem el. Ez egy jó ismerettség kezdete. Öreg, pofán vágjalak. Strutting about whilst I was trapped in that pot. What did you and those tentacled freaks do to me? Hát nem én csináltam. You'll talk. Tedd el a kis gyöki. Na úgy bizony. You're looking out of unfamiliar. Kó, elmondom gondolatátvitellel, hogy hülye vagy. You try to hold the memory, but it fades to the worm. A light, the fear. Na jó, ezt a sisakot ezt le fogjuk venni, mert úgy nézek ki, mint egy idióta. Jaj, igen, konnektálunk kis kukacokkal. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Pofán ne vágjalak véletlenül. A kindred spirit. Hú, az ilyen kis izé negédes bájgunárokat nagyon rühellem. Ó, van ilyen feature-em is. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Hát nem sokkal többet tudok, mint te, de mondjuk annyit tudok, hogy valami szemcseppet esetleg becseppenthetném, mert kicsit be van gyulladva a szemed. Turn us into... Agyevők, nem vészes. Nem kell aggódni. Neked már nincs sok, amit megehetnek. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... Ez rohadtul hasonlít valamilyen filmszínészre. It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Isten, ezt bírom még ezekben a játékokban, well, yes, hogy van 400 lehetőségünk. But first things first. No, gyere velünk, Gyöki, annál több a sebzésünk, aztán majd, ha már lesz plusz karakter, és nem fér be a grupba valaki, akkor majd kiváglak, mert you know, nem vagy szimpi, kicsit se. But maybe sticking with the herd
isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Hú, de rohadt idegesítő vagy, öreg. Hú, de várja, ő is szintet lép egyből, itt van egy kis nyilacska a fején. Egyen meg az uzelmet. Legalább nem kell sokat szarakodni a szintlépésre. Oké, okay, és akkor neked mit van? 4-9, kicsit tele van tolva az inventorim. Nem szeretnél egy ilyen puskát? Mert hogy ez 4-11, de ez csak nekem 4-11? Neked is 4-11, akkor válj kedves egészségedre. Ez is tolvaj? Hát akkor... Figyelj, átpakolok hozzád pár szarságot, jó? Mert nekem kicsit útba van. És ezt meg közt az enyém lehet. Ezt nem kéne egy kupacban tárolni? Ja, miért nem stackeli automatikusan? Na azért. Jó, hát ilyen nehéz szarságokat átdobálok nekik. Már csak azért is jó egyébként, igen, hogyha ha többen vagyunk. Nyilván ezzel nem árulok el senkinek nagy titkot. Mert hogy nyilván tudom serelni az inventory-t, több mindent el tudunk vinni. Ezt nem tudom valahogy itt rendezni? Kilépek, visszalépek, rendezi? Rohadtul nem. Mindegy, egyébként ez mondjuk tök szimpi, mert ahogy elrendezem, az úgy is marad, úgyhogy ez most marad így káoszosan. Jó, mentünk egyet. Ismét remek jó időpontban játszom, végül is még csak 1:15 van. És hát nem délután. Na, jó van, nem baj. Sajnos ilyenkor van idő játszani, úgyhogy ilyenkor játszunk. Na, merre menjünk? A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. De most ez nem ugyanaz, ahol már átmentem egyszer? Ott mentünk át lent. Vagy nem? Full el vagyok kavarodva, azt se tudom, hol vagyok. Arra le-vissza kéne majd mennünk, mert... Tyú, össze-vissza megyek. Na mindegy, hát itt van egy ilyen rohadék, ezt kicsit megbeszéljük vele a helyzetet. Még 3 HP-d van, ez minden 3-tól egy pofon. Nem ez volt, aki segített nekünk? You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Na, most fogsz megdögleni? Na, mi legyen? The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. Hát, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Na, nézzük, hogy mit gondol. Kell dobnom? 10-et? Hát ez azért necces, pedig ez jó lenne kitalálni, hogy ki akar minket nyírni, vagy nem. Hát hogyne, persze, hogy nem tudom megdobni. Rohadt élet. Hát akkor ez nem fog kiderülni. Jó, ennek ellenére megpróbálhatom felgyógyítani. Azt hiszem ez segített a hajón egyébként. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ja Istenem, kicsit túlspirázzuk. Ja, ezek az opcióim. De és nem tudok kilépni. Meggondoltam, a csajjal rákasztalok egy gyógyítást. Próbáljuk már meg. Jó, sikerült. Hát esküszöm, én jót akartam. Nem sikerült sajnos. Én tényleg... Látta mindenki, hogy meg akartam gyógyítani. No jó, van még itt valaki, akit esetleg hasonlóképpen meggyógyíthatok? Fű, elég varázslatos ez a környék.
Na jó, de én még oda... Ó, bakker. Ott is van valami dimenzió kapu. Hallott kis goblinkák. Itt volt valami atak. Ja, igen, már adtam. Jó, meg akartam adni egy távolsági fegyvert ennek a jó embernek, de már adtam. Jó lenne nem beleszaladni valami támadásba. De ez is egy gyors utazás pont, nem? Nézzük már meg. Ez nem gyors utazás pont? Ilyen volt az előbb is. Ógyad már fel. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. Hát akkor mindjárt felrobban. Húzzunk már innen. Ja, jó. Beérintsük meg, most mentettem. Tényleg kíváncsi lennék, hogy ez teljes mértékben tiszteletbe tartja a széveket. Tehát, hogyha így megdöglök, akkor visszatölthetem? Vagy hogyha elcseszek egy ilyen... Jó, de például az előbb visszatölt... Oppáre! Hát ez szülye. Szóval, hogy az előbb, ha visszatöltöttem volna a... Nem is tudom mit, hogy nem tudtam megdobni az agyánál a cuccot. Ó, bakker. Na, ez nem jó. Ez elég magas. Mondjuk akkora bónuszom van, itt is van egy 7-es bónuszom. Jó van, helyes király, megvan. Elég durván megvan, és akkor azt most kihúzzuk, de akkor neki jónak kell lennie, hogyha... Még külön teljesítenem kell azért. Na és kihúzzuk és leszakad a karja. Na ki vagy te? Jóda József. Hoppáre. Ez is ott volt az elején választható karakter. Ja értem, most gyűjtjük össze a tímet. Aha, akkor gondolom, nem is tudom hány ember volt ott. Akkor lehet, hogy meg lesz az ork is még. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Gyökér arc. Nem kell nézést kérni. Lényeg, hogy jó vagy. But friend, it's a relief and a pleasure to make your Csupa ilyen bájgónára fogunk találkozni. You, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Igen, mindannyian leestünk az űrhajóval. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertee we speak of, this parasite. Igen, nekem is a fejemben van. Igen, azt is tudom, hogy megeszi az agyunkat. Mondjuk rohadt jól meg vannak csinálva a karakterek azért. Azt keresünk dokit. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most? No doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Igen. Hát én nem tudok meggyógyítani. Few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about? Jó, azon vagyunk okos tojás. Look for a healer together. Gyere, menjünk dokit keresni. Parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a Mindenki journey, egy humor herold komolyan. Thank you for pulling me out of that stone. Igazán nincs mit. A foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for you to turn the fate. Na hát tök király, már négyen vagyunk, és ő is level up-olhat. Ezt is viszonylag, meg még az útvonalpontot is felfedeztük. Na itt viszont valamit választanom kell. Two spells. Azt a büdös élet. Csak ennyi az opcióm. Hűha, nem rossz. 3-18. Fire damage. Azt a büdös. Na jó, hát ezt itt mindjárt válogatom. Jó, hogy megállítom egy pillanatra, ezeket végig kell néznem.
Na hát, iszonyat jó cuccok vannak, most így a teljesség igénye nélkül csak gyorsan végigviszem egy páron, hogy mindenki meg tudja nézni majd. Végül is én tűz és fagysebzést választok, nem vagyok túl fantáziadús, de nagyon jó pofák vannak. Például ezen még sokat gondolkodtam, ez azért elég királyul hangzik. Na jó, mindegy, hát ezek vannak. Ebben a játékban, vagy jellemzően az ilyen típusú játékokban nem feltétlenül lehet egyértelműen jó döntést hozni. Nagyjából bármikor bármit választunk, az bizonyos tekintetben előny, máshol meg hátrány lehet. Úgyhogy egész frankó kis csapat kezd lenni. Tényleg most már csak arra lennék kíváncsi, hogy mi lett ezzel az ork lánnyal. Meg ez a legelején csináltunk egy izét, csináltunk egy ilyen őrzőt, vagy micsodát. Azzal mi van? Mindegy, majd gondolom kiderül. Jó, ha kicsit még itt bóklászok, szeretnék nem kihagyni semmit, és fingom nincs, hogy azt hogy tudom megoldani, ott voltam lent a parton, és most ide följöttem. Kicsit még oda visszamegyek, mert én tartok tőle, hogy ott még nem néztem meg mindent. Kicsit visszaszaladok oda.